Sűvítettek a hálószaggató gólok Kistarcsán, a városi uszodában az immár 8. éve megrendezett amatőr vízilabda tornán. 2014. november 8-án a már hagyományosnak mondható versenyen 7 gyermek és 6 felnőtt csapatban összesen több mint 100 vízipólót kedvelő küzdött meg egymással. Ez a 8. év, amikor megrendezzük ezt a tornát, évente kettőször, március, nőnap körül, és ilyenkor november 8-a körül, 7-8-a, ahogy a hétvégére esik, ilyenkor rendezzük mindig ezt a tornát. Ez egy amatőr vízilabda torna, nagyon laza szabályokkal, felnőtteknek, illetve gyerekeknek. Néha még összejön annyi hölgy is, lány is, hogy külön női csapatokat tudunk indítani. Most csak a fiúk között indulnak el. Elindulnak az önkormányzattól egy csapattal általában, ez már hagyomány. Baráti társaságok jönnek, család összefog és egy csapat, egy család. És így játszanak a régi, mit tőlünk kiöregedett vízilabdázókkal együtt. Valkai Ferencné mindenki Ancsa nénie Kistarcsán 2003 óta foglalkozik alapfokú vízilabda oktatással, emellett 2007-ben alapította a VUK Sport Egyesületet, amely kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozik. Az aktuális amatőr torna gerincét szintén a VUK fiatal sportolói alkották. Hány tanítvány van itt most a versenyben? Hát itt körülbelül 30-35 tanítvány van, mert ugye a torna gerincét azért főleg azok a gyerekek adják, akik én nálam edzésre járnak, és azokból csinálunk kisebb csapatokat, és egyforma, nagyjából egyforma erősségű kis csapatokat, és ők mérkőznek egymással. Ez arra jó, hogy igazából tavaly óta már indulunk bajnokságban, de régebben nem volt abszolút bajnoki rendszerünk, és így mégiscsak volt valami megmérettetés a gyerekeknek. És közben pedig néhány szülő is beáll vízilabdázni. Kistarcsa kulturális és sportélete számos programmal színesíti az itt élők életét. Szilárdi László, a Városi Művelődési Ház intézményvezetője szerint jó példa erre az aktuális vízilabda verseny is. Kulturális rendezvények mellett nagyon fontosnak tartjuk a sportrendezvényeket is. Több ilyen jellegű rendezvényünk van, például a sportpályán is többször szoktunk a foci évfordulókat megünnepelni, illetve az uszodában is több olyan rendezvény van, ami nagyon népszerű, nem csak Kistarcsán, hanem a környéken is. Kiemelhetném a Nyuszi kupát, amit tavasszal rendezünk meg, a Mikulás kupát, amit ugye napján, december 6-án, és a vízilabda tornát pedig évente kétszer szoktuk megrendezni. Mi mindent tud biztosítani az önkormányzat ahhoz, hogy ez a rendezvény, vagy számos ilyen rendezvény létrejöjjön, és ez rendszeres is tudjon lenni? Egyrészt ugye az úszoda az önkormányzatnak egy intézmény része, tehát a Városi Művelődési és Sportközpontnak az egyik részintézménye, így mindenképpen a önkormányzati költségvetés alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy a rendezvények, tehát az uszodai rendezvények a Városi Művelődési és Sportközpont költségvetéséből kerülnek finanszírozásra, így azt lehet mondani, hogy 80%-ban az önkormányzat viseli a költségeket, és ez mellett szponzorokat is beszoktunk vonni. Az anyagi támogatáson túl is segítette a rendezvényt a kistarcsai önkormányzat. Többek között az egész délután folyó tornán a megfáradt sportolóknak bográcsban főzött étellel kedveskedtek a rendezők. Az önkormányzat hogyan tud hozzájárulni ehhez a rendezvényhez? De egyrészt a szervezés, a uszoda részleg vezetőm, Valkainé Ancsa nagyon jól szervezi ezeket a sportrendezvényeket, és ő is vízilabda múlttal rendelkezik, tehát profi ebben a témában. Ez mellett ugye uszoda dolgozók kisegítik őt, a keze alá dolgoznak, illetve az intézmény többi dolgozója, a pályagondoktól kezdve az intézmény vezetőik, mindenki részt vesz valamilyen szinten. Például én most egy marha pörköltet főzök, a pályagondokom tárcsán süt, és akik itt részt vesznek, mint versenyzők, látogatók, mindenkit megkínálunk egy tálétellel. A kistarcsai tanuszodába nem csak a város, hanem a térség településeinek gyermekei is ismerkednek a sportág alapjaival. Én Gödöllőről érkeztem, Gödöllőn rakok Besnyőfele, és én úgy volt, hogy eleinte karate sportoltam, de az nekem nagyon nem tetszett, egyáltalán nem volt komoly.
és aztán elmentem kézizni, ott viszont nem volt normális fiúcsapat, meg ilyenek, és aztán már régóta szeretnék vízilabdázni, apa is javasolta, meg mindenki, és így elhoztak ide, megpróbáltuk, és én nagyon, nagyon szeretem, nem megy még olyan jól, mert olyan januárban kezdtem, nem megy még olyan jól, de majd egyre jobb leszek, remélem. Kistarcsán a vízilabdasport szeretetével megfertőzött gyermekek közül sokaknak távlati céljai között szerepel a sportág profi szintű űzése. A mai versenyen melyik csapatban játszottál, és hogy érzed, milyen eredménnyel? Hát én ugye ott a Csömörbe riákkel játszottam, és mivel én voltam az egyetlen vízilabdázó, ahhoz képest jó volt. Meg már mi összeszoktunk, és így jó volt az összjáték is. Sok mindent kedvelsz biztos az iskolába, a délutáni foglalkozások közül. Hol áll ebben a vízilabda? Hát az első helyen. Nyomon követed-e a nagyokat azért, hogy tanulj tőlük? Igen. Mi a terve? Világbajnok vízilabdázó szeretnék lenni. És mi született már meg a fejedben? Milyen elképzelés a vízilabdával kapcsolatban? El tudod mondani? Hát, hogy nagy bajnok akarok lenni, és ilyesmi, hogy mindig nyerek, és sok érmem lesz, és ilyesmi. A vízipólózó gyermekek szülei is medencébe szálltak. Köztük Tiba Péter is, aki a magyar vízilabda történelem második legtöbb OB1-es mérkőzésével büszkélkedhet. A mai versenyben milyen feladatot vállalt? Hát egy viszonylag könnyed játékra számítok. Jól érezzük magunkat, ez a lényeg. Korábban is részt vett már ilyen rendezvényen itt Kistarcsán? Nem, a fiam játszik itt egy fél éve körülbelül, és Ancsa néni kért meg, hogy jöjjek el hétvégén, hogyha ráérünk. Megfelelő helynek tartja a kistarcsai úszodát és itt az edzőket? Abszolút, heti négyszer tud jönni a fiam edzeni, úgyhogy az elmúlt fél évben, ahogy néztem, elég sokat fejlődött. Hogyan látja a mai gyerekeken, mennyire van kedvük a vízilabdához, és kialakul-e valami jövőkép náluk ezzel kapcsolatban? Hát ezt elég nagy problémának látom. Én azt veszem észre, hogy a gyerekeknek lenne kedve, a szülőkkel van szerintem a legnagyobb probléma. Tehát nyilván sokkal egyszerűbb venni egy Xboxot, vagy akármilyen másik játékot, otthon van a gyerek, stb. Energiában lényegesen kisebb befektetés, mint az, hogy nap mint nap, ne találtam még akár reggel 6 órára is vinni a gyereket úszni, mondjuk, és utána iskolában. Milyen idős korba célszerű elkezdeni a vízilabda sportot, és milyen rendszerességgel, hogy valaki komolyabb eredményeket érjen el? Hát a vízilabda az egy viszonylag összetett sport, tehát ugye az alapja az úszás. Tehát ha a gyerek elkezd úszni, most nem tudom, az úszás szerintem 5-6 éves korban már nyugodtan el lehet kezdeni. A vízilabdának lehet, hogy csak ilyen 11-12 körül van már a játék szempontjából értelme, lehet előtte is vízilabdázni egészen nyugodtan. Én csak 12 évesen kezdtem el vízilabdázni. És ma hol tart ön? Hát a 570 OB1-es mérkőzésnél jelenleg, a második vagyok az örök ranglistán. Az aktív játékosok közül meg az első gyakorlatilag, 21-22 éves pályafutással a hátam mögött. A remek hangulatú délutánnak a legfőbb küldetése az volt, hogy sportoljanak és eközben jól szórakozzanak a tornán résztvevők. Ezeknek a kritériumoknak teljes mértékben eleget tett a vízipóló verseny, ahol Kistarcsa városa ismét bebizonyította, hogy a sportélet egyik meghatározó szereplője a megyében.